A Német Hadisírgondozó Népi Szövetséget 1919-ben alapították azzal a céllal, hogy a világ különböző pontjain felújítási, sírápolási munkákat végezzenek. A szövetség 105 éves fennállása alatt közel 1000 katonatemetőben végzett már hasonló tevékenységet, mint amelyet az elmúlt napokban a székesfehérvári Szentlélek katonatemetőben hajtottak végre a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred tartalékosaival közösen. A munkálatokat a magyar és német kormány közötti hadisírokról szóló megállapodás aláírásának 30. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés zárta. Ha 30 évről beszélünk, akkor az pont egy emberöltőnek számítódik. Ez tulajdonképpen az emberiség történetében nem egy hosszú idő. Ha azt nézzük, hogy a magyar-német diplomáciai kapcsolatok 50 évesek voltak az előző évben, akkor ahhoz viszonyítva már jelent valamit, hogy csak egy kicsivel később született ez meg. Cserpalkovics András kiemelte, a több mint 2000 ember áldozata, aki előtt fejet hajtottak, elég lehet Európának, hogy a háború borzalmait sosem engedje újra tombolni a kontinensen. Azt gondolom, hogy amikor körbenézünk és fejfákat látunk, akkor a mögött emberi sorsok vannak, emberi családok tragédiája van, egy apuka, egy gyermek, egy testvér elvesztése van, és az ő emléküket ápolni, az ő sírhelyüket gondozni, azt gondolom, hogy közös felelősségünk, mind ahogy mi is abban reménykedünk, hogy azoknak a magyaroknak a sírhelyét gondozzák, ápolják, akik pedig messze földön nyugszanak a földben. Ez adja a kölcsönösséget, és ez adja ezeknek az egyezmények a lényegét is. Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a temető történelmében fontos szerepet vállaló Valsai István, egykori polgármester és Poklosi Péter, a Magyar Hadisírgondozó Szövetség elnökének szerepét emelte ki. Ha itt 1995 valaki elhaladt akármelyik úton a temető mellett, nem észlelte, hogy ez egy temető, és köszönhetően az akkori polgármesterünknek, Balsai Istvánnak és egy régi-régi barátomnak és tanártársamnak, Poklosi Péternek ez a terület temető maradhatott, és nem lett egy ipari beruházás áldozata, és 30 évvel ezelőtt temetőként beszentelhettük. A megemlékező beszédek után ökumenikus áhítat és közös imádság következett a protestáns egyház és a római katolikus egyház képviselőivel, majd koszorúzás és a Magyar Honvédség hagyományai szerinti díszlövés, majd a takarodó dallama zárta a rendezvényt. Az eseményen részt vett Tore May, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség elnökségének tagja, és Julia Gross, a Német Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete is.